Talán ők voltak az elsők, akik bejelentették, hogy megvan az összes körzetben, az házat körzetben, vagy rosszul emlékszem. Ezek ilyen számmisztikák, hogy az elején mindenki bejelenti, hogy mennyi van neki. A végeredményben nem volt nagyságrendel több, a DK-nak talán 55 körül volt, második a Jobbik 45 vagy ilyesmi, tehát hogy nagyságrendi különbség nem volt. Legtöbb persze, hogy a DK-nak volt, mert ő... Hát az a baj itt mutatkozik meg ugye az, ami most többször is téma volt mindenféle beszélgetésekben, hogy a régi nagy rendszerváltó pártok mögött vannak a nagy szervezetek. Már úgy értem, hogy ott van nagy számosságú, mozgósítható tagság, vagy de azt mondja, hogy a DK az nem rendszerváltó párt, hogy a 2011-ben de a DK csak elhozta az MSZP-ből. Elszívta. Az ott lévő szervezetben szereplő embereknek egy jelentős része. Csak azért kérdezem ezt, mert a Redditnek a közössége, az mit gondol a Momentumról például? A Momentumot nagyon szeretik, nagyon sokan szeretik. De nem szavaztak a Fekete Győrre, mert amiért te sem, én sem, azt gondolom, hogy a Momentum egy óriási hibát vétett, illetve lehet, hogy okosan, vagy készül esetleg valami másra, de szerintem a Fekete Győr András nem. Tehát nem. Jelenleg ma Magyarországon nem egy olyan kaliber, aki meg tud annyi embert mozdítani, aki se személyiségében nem egy olyan kaliber, és sem politikai ismertségében nem egy olyan kaliber, akit én elindítottam volna. Tehát ha én, mint Momentum vezetőségi tag szavaznom kellett volna, akkor biztos, hogy nem a Fekete Győr Andráshoz szavazok, hanem valamelyik lányra. Uh-huh. A kettő közül, aki egyrészt... Donát Annára vagy a Csekakjára. Igen. Akik egyrésztről, ha nem is ismertebbek, de sokkal határozottabbnak tartom őket, sokkal jobb nyilatkozónak, sokkal jobban közéleti szerepre alkalmasnak tartom őket, mint a Fegyőrt, aki ugye mindannyian tudjuk, hogy milyen, mert látjuk az interjúit, látjuk a... Csörög a izét, hogy hogyan mutatjuk. Igen, folyamatosan szörögnek a kis tartatói. Ja, bocsánat. Viszont nekem van egy kérdésem felétek, ami viszont engem nagyon meglepett, az nem a Márki-Zay harmadik helye, hanem hogy a Jakab Péternek tulajdonképpen a vártnál gyengébb szerep. Uh-huh. Hát ez az egyik örömhír volt én nekem ebben a kampányban, hogy őszinte legyek, hogy a Jobbik támogatottsága mégsem olyan nagy ezek szerint, mint amit mutatott a média ebből a dologból. Szerintem nem így van. A Jobbik támogatottsága ugyanúgy megvan, hogyha most itt visszahoznánk itt a tableten, hogy milyen szavazatszámok vannak egyébként az egyéni jelöltek mögött, uh-huh. Akkor ő a Jobbik a harmadik legnagyobb, és ugyanúgy megvan a nem tudom 11 vagy nem tudom hány százalékos pártként. Csak Jakab Pétert nem gondolják az előválasztók, hogy miniszterelnök jelöltnek jó lenne. Tehát, hogy... Uh-huh. Te szerinted ennyi? Én szerintem. Egy kicsit ez a személyiségeknek is a versenye, hogy kit gondolunk alkalmasnak emberileg erre a szerepre. Függetlenül attól, hogy
melyik párthoz tartozik. És lehet, hogy ha a Momentum vagy a Jobbik egy karakteresebb, egy karizmatikusabb embert állít oda, akkor nagyobb lesz a sikere, és más eredmény jön ki. De most úgy néz ki, hogy nem ők voltak a leginkább olyan személyiségek, akik tetszettek a választóknak. Tovább gondolom, mert van egy összeesküvés elmélet, ezt láttam valamelyik Facebook poszt alatt egy kommentbe, hogy na, ez az oka a Jakabék bénaságának. És messziről indulok, hogy a cikk arról szólt, hogy vidéken, főleg a kis településeken olyan, tehát hogy inkább a városokban voltak szavazósátrak, és nem voltak a falvakban, és a Jakab Péternek, meg a Jobbiknak a szavazótábora a falvakban van. És azért gondolom, hogy messzebbről indulok, mert akkor elmesélem azt a sztorit, hogy honnan indult ez az egész szavazósátras buli. Én ebben benne voltam, ugye a helyi előválasztási bizottság egyik tagja voltam, tehát én ezt közelről láttam. Onnan indult, hogy a DK meg a Jobbik kitalálta, hogy az összes faluban, itt ebben a közetben is 17 faluban meg városban van, de vannak olyan közetek, ahol 80 faluban meg egy város, tehát ezt így képzeljétek el. És a DK meg a Jobbik iszonyú nagy mellele egy csomó helyi előválasztási bizottságban végig tolták, hogy de igen, minden faluban ott kell lenni, de igen, ott lesz a sátor 4 napig, 3 napig, ezért, mert mindenkinek joga van hozzá, és így nem bírták megértetni, hogy figyelj, tök szuper, hogy mindenkinek jó van, persze, hogy joga van, lesz bele elég önkéntes, tehát hogy egy sátor, az nem csak annyit elviszünk egy sátrat, tehát 3 ember kell, legalább 2 ellenérdekű párt delegált, meg még egy civil, mondjuk a hangos, és oda honnan lesz áram, honnan lesz, hol fognak vécézni, tehát hogy ezért ez logisztika is. És volt egy pont az indulás előtt 2 nappal, amikor bement az Országos Előválasztási Bizottsághoz az a probléma, hogy nem tudják föltölteni a pártok ezeket a sátrakat delegáltakkal, inkluzíva a Jobbik, tehát hogy a Jobbik hiába tolta végig, hogy minden kis faluba legyen, nem lesznek elég önkéntes. Tehát, hogy nagy mellénnyel betoljuk, nagy mellénnyel elkezdjük ilyen, de ezt tényleg úgy képzeljétek el, csomó ilyen vidéki előválasztási bizottságokban, hogy a többiek milyen szemetek, hogy nem hagyják, hogy a Jobbik a, nem tudom, 600 fős faluban is oda egy keddi napon oda vigyenek sátrat, tehát hogy, és ők le akarják nyomni, hogy Jobbiknak ne legyen elég szavazó, és nem arról van szó, hanem barátom, nem lesz, ezért. És kiderült, hogy tényleg nem lesz elég. És a végül az Országos Választási Bizottság nem ment bele abba, hogy a választás előtt 2 nappal írtson, tehát nem voltak sátorírtások, hanem engedtek annak, hogy jó, akkor ha nem tud, tehát nincs 2 ellenérdekű, fél, meg még egy civil is, hanem ha már csak egy pár delegált van, meg van egy civil, akkor is kinyithat egy sátor. Tehát elkezdtek engedni ezekből a feltételekből, de ennek ellenére komoly gond volt abban, hogy sátrak legyenek felállítva. Tehát, hogy végül volt egy csomó kis település, és érted, Pilisszántón, 2500 alaknak Pilisszántón, ott is volt 2 napig sátor, hát nem egy tipikus ellenzéki falu. Nekem az a kérdésem, hogy ha az erőforrások hiányában nem sikerült teljesen akkora fedést csinálni ennek a szavazási lehetőségnek, mint ami egy rendes országos szavazáson van, amit én tökre elfogadok, hogy így hát van. Hát miért 3200 helyen? Természetesen ez egy rendkívül, hogy mondjam, sok
erőforrást igénylő dolog lett volna, de hogy, hogy arra, arra van valami becslés, hogy, hogy mennyire torzít a, az, a, az a kép, amit most látunk az ellenzék eloszlásáról, ahhoz képest, ami lett volna, hogyha mindenütt lett volna, de mondjuk, ami az országos szavazáson majd lesz. Tehát, hogy lehet következtetni az országos szavazások eredményére, értem, ebből, a tényleges szabadó táborokra a mostanére, szerintem nem, tehát ez a rövid. Én is, nekem is ez jutott eszembe, hogy mennyire reprezentatív ez a felmérés most, nem tudom, ez a 6-8, nem tudom, 9-hány százalék, aki most 10 fölött elmentek választani, de hogy nyilvánvalóan, vagy azt gondolom, hogy a legelszántabbak mentek el választani, tehát hogy nem biztos, hogy, hogy ez egy valós árnyalatában valós képet. Én pontosan, ez biztos, mutat. Hogy nem valós árnyalat. Tehát, hogy ez nem reprezentatív. Itt azt lehet sejteni azok, akik politológusok, vagy olyan politikusok, akik régóta vannak benne, meg háttérmunkások, meg ilyen, hogy a DK szavazói azért ők inkább elmennek, ők egy elkötelezettebb tábor, és hogyha csúnyán fogalmazok, tehát tényleg az jött vissza az első napokban, hogy 70 éves DK-s férfiak és nők, bácsik és nénik, fogalmuk se volt, hogy ki a helyi jelölt, addig így mentek a lapon, ami meglátták a DK logót. Tök mindegy, hogy ki az, nem is tudták. Tehát, hogy egy fegyelmezett közösség. És hát mondjuk a Momentum, hát nem ennyire fegyelmezett, nem is annyira érdeklődő, és nem is annyira mobilizálható. Ezért volt az, hogy mondjuk nem a DK-nak, meg a Jobbiknak az érdeke volt az, hogy legyen online szavazás, hanem a Momentumnak volt az érdeke, meg a MSZP-nek, meg a Párbeszédnek, meg az LMP-nek volt inkább érdeke, hogy legyen online szavazás, mert azok nem annyira mennek el, de lehet, hogy leszavaznak laptopon keresztül. De nem reprezentatív, tehát nem az, hogy ez kérdés, ez nem reprezentatív. A biztos, hogy nem az, csak hogy mégis azért vajon mennyire mutatja a valós arányokat, az azért. De most mindenki mégis ebből indul ki, vagy ezt kezdjük el értelmezni, vagy hát ezt miből fog... vagy hát ezt miből fog... más? Persze, hát ez. Ebből igen. Fogunk erőt meníteni, vagy éppen ellenkezőleg ettől esünk kétségbe, tehát hogy érdekes. Hát nézd végül is, hogyha valamit azért megmutatott, tehát hogy egyrészt valahogy el kellett dönteni, tehát az, hogy szükség volt egy ilyen típusú előszavazásra, azt szerintem nem hiszem, hogy vitatott lenne most arra, mondjuk lehet, hogy van, aki vitatja, én biztos nem. Emiatt még kiskörben is jó volt, hogy ez a döntés meg tud születni, hogy kik legyenek az indulók. Hát meglátszanak a pártok számára, elég jól megmutatják az erőviszonyokat a választói körébe, vagy a mozgósítási hajlandóságot, tehát hogy kinek mennyi energiát kell abba belefektetni. Meg azt, hogy vidékre sokkal jobban kéne koncentrálniunk, mert nekem úgy tűnik, hogy van Budapest, és van a vidék. Tehát, hogy ez... Budapest nagyvárosok. Hát Budapest nagyvárosok, agglomeráció az egy, tehát hogy azért ezt mondjuk el, hogy most megye 3 volt, azt hiszem az első, ahol a Karácsony nyerni tudott. Ki tényleg az, hogy a Karácsony?
Ki tényleg az, hogy a Karácsony a második lett ugye ebben a szavazatversenyben, vagy legalábbis most úgy tudjuk, igen, hogy második lett. Igen, de hogy náluk első, tehát hogy úgy mondjam, de hogy... Nem csak arra, hogy országosan második lett, akkor azért az nem jelenti azt, hogy ő azért kilépett Budapestről, tehát hogy másút is számon van már tartva, vagy az Budapesti tömeg elég volt neki. Illetve az a kérdés, hogy tudja valamelyetek, hogy milyen volt a szavazási arány, tehát hogy mennyien szavaztak Budapesten. Most még nem. Most még nem tudjuk, de ezt fogjuk tudni, mert lakosság arányosan, de fogjuk tudni. Tehát fogjuk lakosság arányosan mondjuk, vagy választókerület arányosan hány százalék szavazott Budapesten? Nekem is eszembe jutott ez, és elkezdtem most nem tudjuk, nézni, de fogjuk tudni. Elkezdtem 85 körzetnek nézni, vannak meg az adatai, igen, a százalékból. Igen, ki is számoltam, ahol teljes, igen, volt a... Te ilyeneket tudsz? Tehát, hogy ahol mindenki szavazott, tehát, hogy minden szavazó körnek az adatai. Szavazó körnek az adata megvolt, és így az jött ki, hogy Nógrádban 3,4% szavazott, tehát az összes lakosságot tudtam megnézni, mert nem. Hogy tudtam megnézni, mert nem tudom, hogy Nógrádban mennyi a választó polgárok száma, akik már 18 éves kor fölött vannak, tehát hogy ezt nem tudtam megnézni, csak Nógrád megye összlakosságát tudtam megnézni, és ott 3,4, Zala 4,5, Békés 5,3% ment el. De ez nem érdekes adat. Hát, köszönöm. Hát nem tudtam előtte. Köszönöm. Hát nem tudtam előtteni Budapestet. Nem, ez tényleg, tehát ez nem van semmit. Tehát az, hogy egy teljes megye, teljes lakosság elvek, ez nem releváns. Egyébként most 88 körzet feldolgozásánál tartunk. Én egyébként nem érzem annyira durván lemaradva a Dobrevhez képest a Karácsony. Most nem ennyi. 34,66 a Dobrev, és 27,83 a Karácsony. Igen, ennél jobban... Vagy ez nagyon durvának számít? Nem, azért számít, tehát azért van idézérve egy kicsi baj, mert azért jött föl a Karácsony, mert budapesti számok elkezdték érkezni, ahol jobb a Karácsony Gergőnek a megítélése. Igen. A tegnap este úgy zárult, hogy ennél nagyobb volt az olló a Dobrev és a Karácsony Gergő között. Mm. És közelebb volt a Márki-Zay meg a... Tehát a második, harmadik helyezett a Márki-Zay meg a Karácsony Gergő, közelebb volt egymáshoz. Most már ellépett a Karácsony Gergő a Márki-Zaytól. Abszolút 20,5% a Márki-Zay, tehát... És nagyobb ez maradni is fog egyébként, tehát ez a 20-27-34, mm-hmm, tehát körülbelül ez látszódik. Igen, és most jön a nagy kérdés, ugye? Vagy Karácsony, vagy Márki-Zay lép vissza, itt és itt a elindulnak a politikai csatározások, gondolom, mert hogy nem a fiúk. Meg az alkuk. Meg az alkuk. Igen, mert a Linda, te az előbb azt kérdezted, hogy de hát a szavazók, vagy Márki-Zay jobb középe, vagy a szavazók, és tehát én szerintem a szavazók nem jobb közép, a szavazók nem figyelik azt, hogy egyébként Márki-Zay szerintem bizonyos tekintetben ő még jobbrább áll a Jobbiktól, egy csomó, tehát ha Amerikában lenne Márki-Zay, szerintem az egy fundamentalista, ilyen karizmatikus keresztény predikátor lenne valahol Nyugat-Texasban, vagy nem tudom, hogy ez a csávó, ez még magyar mércével mérve is szerintem nagyon szél. Radikális a csávó, biztos. Igen, kapitalista közben, tehát ő nem komcsi, mint a Orbánék, vagy hogy mondjam. Tehát ő kapitalista, de ő nagyon jobbos. És nem, ez a szavazóbális, viszont ezt nem nézi, nem érdekli a szavazóbális. Ő azt látja, hogy kicsit ellen kultúrája ennek a meglévő 6-7 pártnak. Miközben nem Orbán. Én egyszerűen csak, tehát hogy van egy csomó olyan konzervatív szavazó, aki kiábrándult az Orbán politikából, az Orbán kormányból, és most nem találja a helyét. És a Golden DF mondjuk, nem? Tehát hogy a Jakab Péterhez nem akar
csapódni, mert, nem elég értelmes, nem mert el... sok minden nem. miatt, és a Márki-Zay az pedig egy valóban egy karizmatikus személyiségű ember, akkor is, hogyha nem tudom, hol áll. Figyelj, most tehát, hogy ő... értem, értem, kicsit provokállak, hogy pöcköl... kicsit provokállak, hogy pöckölek ezzel kapcsolatban, mert én ezt hallgatom 10 éve. Különféle fórumokon, ez meg cikkekben is lehet olvasni, van egy kiábrándult Fidesz, szerintem ez kifi, szerintem ez nincs. Te. Én nem ismerek ilyet, az én buborékomban nincsenek, és amikor számokat nézünk, megnézzük a körzeteket, ahol indultak Új Világ Néppárttól, indultak izé, bődöletesen rossz számokat hoznak. Tehát, hogy azok a szavazók, is nagy része egyébként hajlandó leszavazni egy összeállt ellenzékre. Szerintem, tehát nem véletlenül a Márki-Zayék nem csináltak pártot, de ennek oka van, hogy nem csináltak pártot. És aznak is oka van, hogy a Pálinkás József, aki elindul miniszternek, nem bír összegyűjteni 20 ezer aláírást. Miközben ő csinált egy jobbközép pártot. Sőt, nem nyeri meg az előválasztás sem a körzetében. Tehát, hogy igen, van egy-két ilyen sporadikus ember, de azok az emberek, akik te is ismersz, azok a végeredményben, áprilisban elmennek leszavazni az ellenzékre, vagy elmennek az MKKP-ra leszavazni. Ne, de az, hogy, de az, várj, de az hogy ők egy létező olyan, ami erőt tudna, ami 5%, 6%, 8% lenne, ami választást tudna eldönteni, szerintem ez nincsen. De nem nehéz ezt szerintem felmérni, hogy mekkora az erejük, és hogyha nem lehet ezt, azt gondolom, egyik évről a másikra felépíteni. Tehát, hogy ez egy hosszadalmas munka, és a siker hozza majd meg a választó tábort, és a folyamatos szervezeti építkezés hozza majd meg ennek a tovább épülését és a tovább fejlődését, és esetleg szipkázhat el további szavazatokat a Fidesztől is akár. Én egy kicsit azért azt gondolom, Áron, hogy igenis van egy réteg, akinál nem szereti a Fideszt. Igazából látja azt, hogy miket, tehát milyen problémák vannak a Fidesz kormányzása, mind gazdaságilag, mind politikailag, mind korrupcióilag, mind mindenhogy. De nem igazán volt nekik olyan alternatívája. És most hiába mondod az Új Világ Néppártot, meg ezeket, akik, szóval nincsen országos beágyazottsága, nagyon új, nagyon nem tudni, mi volt, de mondjuk a 18-as választáson nem nagyon volt egy alternatívája, hogy ők kire tudnának leszavazni, mert igazán jobbos párt, aki jobboldalinak vallja magát, és azért az emberek zöme, neki pont ennyi elég, hogy ő hova teszi magát a palettán, ő nem ágy az, nem néz utána, hogy az most az, amit csinálod, mennyire jobboldali, mert a Fidesz alapvetően a kádárista rendszered van közelebb, mint a jobboldalhoz. Ezek az emberek nem fognak leszavazni egy MSZP-re, vagy nem fognak leszavazni egy DK-ra, hanem akkor le fognak, a másra nem, és elmennek egyáltalán szavazni, akkor ők le fognak szavazni a Fideszre, ha nem lesz egy értelmes alternatíva. És szerintem ezek az emberek azok, akik nagyban meg tudják változtatni a választás eredményét. 18-ben együtt volt ilyen párt, a Gödöllői polgármester csinált ilyen jobb pártot, és ugye ő se... De egy fél évvel a választás előtt hiába csinált egy pártot. Egyetértek.
Egyetértek. Tehát, hogy... Közben a Lilla megint megfogja. Nem tudom levenni. Az van, szerintem, tehát, hogy van egy réteg, aki annó az MDF-re szavazott, és nekik azóta is van egy hiányuk. Tehát az szerintem például az értelmiségi nyugdíjasok, akik a Fidesz lopásait nem viselik el, de mondjuk a liberálisok sem szimpatikusak nekik, mert ők még a régi értékeket hordozzák, és szeretnének ehhez visszatérni, azoknak tökéletes a Márki Zaj, látszólag, és aki ráadásul egy új karakter, tehát nem vádolható semmilyen előző mutyival, stb. Hisz nemrég tűnt föl, vagy viszonylag fiatalan. Nekik például ez tökéletes, ez az ember. Tehát egy sok gyerekes, keresztény, jó férj, jó apa, stb. Sikeres üzletember volt. Nekik szerintem... És meg tudta verni Lázár Jánost. Így van, ráadásul. Tehát én abszolút látom, hogy kik szavazhatnak többek között a Márki Zajra. De lehet, hogy tévedek, ezt nagyon nehéz megmondani, mert nyilván én is kevés embert ismerek, aki rászavazott, vagy akikről tudom, de ez nem jelent semmit, hisz mindannyiunk buborékunkban. Igen, most én is elmondom az én buborékomat, igen. Ahol látok Márki Zaj szavazókat sokat. Azt úgy hívják, hogy illiberális mémek tanácsa, ez egy Facebook csoport. Rengetegen vannak benne, napi szinten tolják föl nagy viccesebb képeket. Ott szerintem mondjuk az átlag életkor 16 és 30 között van, tehát ezért szintén magasan kvalifikált, általában jó munkahelyen, kortárs munkát dolgoznak, ezáltal nem gyárba dolgoznak, hanem grafikus vagy programozó vagy, tehát ilyesmi típusú munkát végeznek. Napközben tudnak internetezni. Napközben folyamatosan interneteznek, persze, második monitoron, meg podcastokat hallgatnak, meg YouTube-ot néznek, meg ilyesmi, és a túlnyomó többsége Márki Zaj Péter szavazó nem azért, mert ideológiailag ők jobb közép, meg Fidesz kiában, nem azért. Hanem? Ellenkultúra. Ellenkultúra. A meglévő 6-7 párt ellenkultúra. Figyelj, valami új, valami radikális. Valami... De a Momentum is új, hát. De nem radikális. Nem, igen, és a Momentumnak annyi a izéje, az rendre előjön, hogy hát ők azt mondták, hogy soha nem fognak összeállni ezekkel, igen. Miközben összeálltak ezekkel. Tehát ez rendre előjön, ja. Ez az érv. Miközben szerintem ez fasság, hiszen pont ezért kell összeállni, hiszen kik egybe kell menni majd a Fidesz ellenébe, hogyha itt változik. Igen, de valamitől az embereknek van egy érzékenysége az ideológiára is. Ezt észreveszem az én buborékomban is. Tehát, hogyha egyszer az előző választáson azzal indulunk, hogy nem fogunk össze, ugye az volt, a Fekete Győrnek volt, emlékszem a reklámjára. Hát persze. Hogy persze. Nem fogunk össze, és hogy ezekkel soha, akkor 4 évvel később, vagy 3 évvel később igazából arcul köpi az előző választását. Én értem, hogy ilyen a politika, csak szerintem egy csomó ember, mert a gyurcsányt elfelejtették sokan. Az annak idő. Hát azért, de ezt... nem lehet a Gyurcsányt elfelejteni. Hát várjál, ez az, hogy Jobbik DK összeborulás. Igen. Tehát, hogy szerintem ott is nagyon sok ember kikerült ebből az egészből, és nem tud kire szavazni. Akkor én most hadd challenge-eljek megint. Én viszont azt látom egy másik buborékban, hogy van ellenzéki szavazó, nagyon sok, tehát hogy ugyanúgy egy 2,5 milliós szavazótábor, mint a Fidesz tábora igen. is, az ellenzéki szavazó, akinek igazából tök mindegy. Hogy az ő egyéni körzetében Momentumos, DK-s, Jobbikos vagy
jobbikos vagy szocinyer, tök mindegy, amelyik megnyer az előválasztást, utána arra ő le fog szavazni helybe, és miniszterelnökök is, ha a Dobrev Klára fog végül nyerni, akkor leszavaz arra is, csak menjenek el az Orbánék. Tehát van egy, ez az ellenzéki szavazó archetípusa, ez igazából 2019 őszén, ez megszületett az országba, és egyre több. És én ezért mondom, hogy igazából, és a kettő között nagyon-nagyon szűk az a mesdje, hogy se Orbán, se ellenzéki tábor. Tehát nagyon szűk. Igen, egyrészt igen, szűk az a mesdje, másrészt meg azt gondolom, hogy azért nem, hiszen csak mi felsoroltunk itt három irányból érkező szavazót, aki protestszavazó lesz, vagy nem szavaz, mert... Vagy azt mondja, hogy annyira durva már a helyzet, hogy befogja az órát. Nem tudom, ez csak... Ezt a típust én is, hogy ezzel én is találkoztam ezzel a jelenséggel, hogy embereknek tök mindegy, hogy milyen új kormány születik, csak az az egyetlen cél lebeg előttük, hogy ne a Fidesz. Igen, és ehhez ügyben hajlandók mi elmenni, tüntetni, szavazni, bármi. És figyelj, szerintem igazok is van most, hogy tök szubjektív vagyok. Az én nagymamám, már nem él egyik sem, de az én nagymamám jobb kormányfő lenne bizonyos tekintetben, sok tekintetben, mint amit most csinálnak. Nem, mert komolyan. Tehát, hogy a te nagymamád jobb oktatási miniszter lenne. Vagy tehát menjünk végig, a te nagymamád nem csinálna vadászkiáltást 70 milliárdért. Tehát, hogy tényleg ott tartunk, hogy tulajdonképpen mi a baj ezzel, most tényleg challenge-elek, mi a baj ezzel a választóval? Amikor semmi baj nincs vele. Nem az, én egyáltalán nem gondolom, hogy baj lenne velem. Pont az ellenkezőjét látom, az, hogy itt pont, és ez az előválasztásnak a nagy érdeme, szerintem, hogy az emberek tényleg most ebben a pillanatban arra szavazhattak, akit érdemesnek találtak. Ahol választást kínáltak eléjük ott választottak, és nagyon, szerintem nagyon sokszor mondtak véleményt, méghozzá nagyon karakteres véleményt, tehát hogy például elküldték Tóth Csabát, vagy elküldték Rászné Földi Juditot, meg Génémet Erzsébetet, na jó, ez bocsánat, Mesterházi Attilát, Tóth Pétert, aki szexista és homofób kijelentéseket tett korábban a Jobbik DK jelöltje volt. Jó, hát, a Tóth Péter az az Ózdi csávú, aki integetett? Csongrád 2-ben indult. Akkor nem. Ezt tudom róla, tehát, hogy nagyon határozottan kifejezték a véleményüket, és sokszor jutalmaztak, tehát hogy jutalmaztak is, mint például, tehát voltak ilyen választási körzetek, a Szél Bernadett 81%-os arányjal nyert
nyert, a Hatházi Ákos 80%-os arányjal nyert, csak hogy az ismerteket említsek, itt meg kigyűjtöttem a neveket, de hogy nagyon karakteresen megmondták a véleményüket abban a pillanatban, ahogy ez lehetővé vált, és közben azt is gondolom, hogy ez egyúttal a újságírásnak is, az oknyomozó újságírásnak is egy nagyon klassz eredménye, vagy sikere, hogy itt feltártak bizonyos dolgokat, amit az emberek meghallottak, és rögtön volt egy olyan intézmény, amiben ezt meghallhatóvá vált, vagy következménye lett, és nekem ez egy nagyon fontos tanulság így újságíróilag is, hogy a sajtószabadság is akkor működik, hogyha vannak hozzá demokratikus intézmények. Tehát, hogyha van a demokratikus. És hogy ez a kettő együtt tud nagyon jól működni, és hogyha ez így működhetne tovább, akkor lehetőség volna arra, hogy tisztuljon a közélet. Tehát, hogyha feltáródnak ilyen gyanús korrupciós ügyek, és vannak demokratikus intézmények, mint az előválasztás, például ahol az emberek erről hirtelen elmondhatják a véleményüket, akkor ez egy nagyon jó utca, amiben benne vagyunk. Nem tudom, hogy tud ez folytatódni, mert ez csak az eleje ennek az egésznek. Azt gondolom, hogy ennek folytatódnia kellene, és még nagyon sok ilyen rendszert kellene, vagy ilyen lehetőséget kellene beépíteni, hogy ez tovább tisztulhasson. Hát a Borkai ügyben is látszik, hogy mennyire működött, ugye, ahol videófelvétel volt arról, hogy szakmányban kúrnak fiatal lányokat, és hát a Borkai... Azt mondta a Lilla férje, hogy ne beszéljünk csúnyán. Jó. Egy hajón kényeztették a hölgyeket, és a hölgyek az urakat, miközben olcsó italokat fogyasztottak. És ment, szólt a szuperzene, szóval, hogy ráadásul szerintem mind a Hatházi, mind a Szél Bernadett egy nagy ágyúja a saját pártjának, tehát hogy ez nekem nem meglepő, hogy... Igen. Igen, na mindegy, de hogy ez a lényeg, azt akartam mondani, hogy ők nagyon ismert szereplői a hazai politikának, azért a Hatházi évek óta tolja ezeket a dolgokat. Az pedig számomra egészen megdöbbentő, hogy az előválasztási bizottság, vagy nem tudom mi a neve, az erre az offshore-os ügyre azt mondta, hogy ugyan nincs itt semmi látnivaló, menjünk tovább. Tehát, hogy erről nincs infom, de el tudom képzelni, mi történik ilyenkor. Hümögnek az egerek, és nem tudom, hogy ezek szülnek. Tehát ezek tények, hogyha én azt napírom. Gyávák, szerintem csak ennyi. És az emberek meg megmondták róla a véleményüket. Igen, ez tökönben van, nem megdöntöttek. Persze, ez így van. Tehát, hogy erre mondom, hogyha van mellette egy demokratikus intézmény, ahol az emberek elmondhatják, hogy ők mit gondolnak erről, akkor ezt meg fogják tenni. És ezt kellene
ezt kellene tovább vinni. A nem tudom, a Borkaival kapcsolatban mit akartál mondani? Hát az, hogy ott abszolút nem érdekelte az ember. Nem, arra mondom, hogy az emberek érdekes módon a Borkai ügy kirobbanását követően leszavaztak rá. Tehát nem, nagyon tehát épp hogy megnyerte. De megnyerte? Hát ne hülyéskedj, hát azért... Jó, de előtte 80%-okat kapott, most meg csak 50-et kapott utána. Ja, jó, oké. De aztán mégis megnyerte a polgármesteri. Igen, azért, mert a Fidesz lemondatta, de nem azért. De mégis lett valami következmény ez egész. Tehát akkor demokrácia van, mert a Fidesz is lemondatta. Nem ezt akartam ezzel mondani, de lett következmény ott is. Nem olyan szép, tehát hogy ez itt sokkal szebb és sokkal. De szerintem azért lett következmény, mert a Fidesz felmérte azt, hogy mennyit bukhat, hogyha egy ilyen csávó maradott a polgármester, és helyette berakott egy mindenki vagy sokak által tisztelt, orvos, de igen, hát szívsebész. Mert valószínűleg hogy legközelebb felmérte, hogy legközelebb már nem nyerte volna meg azt a választást. Illetve mekkora a támadási felületet, azért a politikát azt ugye tudjuk, ismerjük, valószínűleg komolyan sem vette volna már sok ember, tehát hogy azért nehéz egy ilyen videó nyilvánosságra kerülése után leülni tárgyalni mondjuk a megyés püspökkel. Tehát... Ilyen megyés püspök nagyon érintkezett. Hát igen. Ez végül is, igen. És a Kótéikrek is azóta is ott élnek Székesfehérváron, és remélem az esküvői kuharszalai. Ők a Csikó lát. Igen, ők a hölgyek, akik az urakkal mulatták az időt. Hogy ilyen szépen fogalmazok. Szóval, hogy mit gondoltok azért itt a DK fölényről? Minek tulajdonítjátok ezt? Én annak, amit előbb is mondtam, egyszerűen a DK a legfegyelmezett szavazó táborral rendelkezik, a legmobilisebb, olyan értelemben, hogy ha Feri azt mondja, hogy menni kell szavazni, akkor menni kell szavazni. Ott nem izélünk, addig megyünk, amíg meglátjuk a DK logót és behúzzuk az X-et, tehát az egy igen jól szervezett közösség. Azért mondom közösség, mert nem minden DK szavazó pártag, tehát hogy nem csak a pártagok, hanem az ő szavazó tábora, az tényleg nagyon szereti a DK-t, nagyon elkötelezett szavazóbázis. És azt mindenki tudta, mindegyik párt, hogy az előválasztáson nyilvánvalóan 6-8-9%-nyi fog elmenni. Tehát mert ez a nemzetközi trendek is ez. Oké, elment 10, ez tök jó, ez magasabb az átlagnál, nemzetközi átlagnál. Tehát azok, akik jól tudják mozgósítani a saját szavazótáborukat, tehát minél nagyobb részét tudják a igazából meglévő szavazóbázisukat elvinni, előválasztani, az fogja megnyerni. Az előzetes számolítások szerint az ilyen átlag választókerületekben ilyen 1500 szavazattal, tehát ezt számolta mindenki, hogy ha 1500 szavazatot össze tudsz szedni, akkor megnyered. Ehhez képest ugye nagyon magas lett egy csomó körzetben a részvétel, és emiatt nem 1500, hanem ilyen 3000-ekkel nyertek ezekben a magas körzetekben. De ez egy mozgósítási verseny. Tehát visszatérve arra a kérdésre, hogy tudunk következtetni az igazi szavazótáborok mértékére. De ez válaszolt akkor így a kérdésére, mert ahogy a mozgósítási verseny, hiszen azt gondoljuk, hogy a DK az vagy a legszervezettebb, ahogy ezt többször is hangoztattam, ezért az ő önkéntesi, vagy fizetett, vagy nem tudom, tehát bármi azok az emberek, akik munkát tettek az ő kampányukba, munkát tettek abba, hogy mozgósítsák ezeket az embereket, vagy munkát tettek abba, hogy ott álljanak a sátrakba adott esetben, ki legyenek az utcán, hogy ők rendelkeznek a legtöbb ilyen típusú emberrel, akik meg tudnak mozdítani egy ilyen esetben, vagy ők tudják a legjobban kihasználni őket, ők a legszervezettebbek, ezt nem tudom, de kétségkívül sok erőforrással rendelkeznek, és a másik, amit akarok mondani, hogy azért azt sose felejtsük el, hogy a mostani parlamenti pártok nagyságrendekkel több pénzeszközzel dolgozhatnak, vagy több pénz áll rendelkezésükre egy-egy ilyen kampány során, mint amennyi mondjuk a parlamenten kívüli, vagy a parlamentben lévő, de kis pártoknak a lehetőségei.
Ez abszolút így van. Itt azért annyi különbséget tegyünk, hogy a Momentum hiába parlamenten kívüli párt, azért annak egy kicsit több erőforrása van, mint mondjuk a Márki-Zajféle mozgalomnak. Márki-Zajféle mozgalomnak ténylegesen csak annyi pénze van, amennyit az önkéntesek 5000 forintonként összedobnak. A Momentum ennél egy fokkal azért jobban eleresztett párt. De persze, hát nyilván van, aki parlamenti pártnak több pénze van. És igen, tehát hogy a politizálás az nem csak ideológiák meg izé, az bizony mozgósítás is, az egy ilyen műfaj. Tehát hogy igen. Igen, csak ugye nekem ezért volt az a kérdésem még itt az adás előtti beszélgetésben, hogy valahogy össze kéne hasonlítani, hogy a DK szavazatok aránya mondjuk egy másik kisebb választáshoz, hogy nagyjából, ha elment a DK szavazó rétegnek a 80%-a most szavazni, akkor valószínűleg a országos választáson, amikor sokkal többen fognak szavazni, nem fog sokkal több ember a DK-ra szavazni, viszont ha mert hogy ők jól mozgósított most, de nagyjából a... Akkor az összes. Kimaxolta. Nagyjából mondjuk úgy, hogy kimaxolta, viszont mondjuk a Momentum, vagy a Jobbik, aki viszont nem tudott ilyen jól mozgósítani, de amikor majd ott lesz a választás a fülkébe, akkor azért csak a Jobbikra fogja behúzni, hiszen este a Bélával ezt beszélgette a kocsmába, vagy a hetes buszon, most mindegy, hogy mit mondunk, tehát hogy igazából ez egy kicsit félre is csúszhat ez a... Ez egyrészt félre csúszhat, másrészt nem fogja a Jobbikra behúzni, hiszen közös listás, közös indulásra, tehát nem fogja a Jobbikra szavazni, nem csak a közösre. Innentől kezdve ez az egész teoretikus. Igazából nem véletlenül mérnek a közvéleménykutató cégek, már nem mérik külön a pártokat, persze mérik egy kicsit, de nem ez a lényeg, hanem egybe mérik az ellenzéki tömböt. Tömböt. És azt mérik most már, mert az a releváns, mert úgyis egybe fognak indulni. Mert igazából tök mindegy. De egyébként, csak annyi, hogy ha elment volna 80% a DK-vel, akkor itt nem beszélgetnénk az asztal körül, mert akkor Dobrev megnyerte volna az előválasztás 50% fölött megnyerte volna, és az összes megyében még minden kék színű lenne a grafikában, mert ugye a DK-nak van körülbelül 950 000 szavazója, nagyjából, ha annak a 80%-et elvitte volna, az több, mint ami összesen most előválasztáson részt vette. Hát most mondjuk azt, hogy 600 000-re vettek. 633 000 támogatók. Akkor egyszerűség kedvéért számoljunk 600 000, abból mondjuk 34% volt a DK szavazó, hogyha csak a Dobrev Kárára leadott szavazatokat nézzük. Tehát mondjuk 200 000? 200 000 azért az messze számolod a 900-tól. Tehát a igen, az azt jelenti, hogy nem a 80%-a, nem tudunk mentem, számolni, hanem... azt jelenti, hogy akkor a DK-nak 23%-a, vagy nem tudom mennyi, körül ment el. Tehát ők, nekik ez volt a mozgósítási ízé, de ugye itt van egy bizonytalansági faktor, nem tudjuk, hogy tényleg 900 000 szavazóik van, vagy 1 100 000. Mit kettő lehet? Tehát hogy csak kb. Tippelünk, és ha megnézzük a Momentumét, ami szintén a Jobbikkal összemérhető országos párt, ugyanúgy 11% körül vannak, de ők mennyien lehettek? 150 000? Ezért kérdeztem ma én az uniós választást, mert az uniós választás volt az utolsó, az EP választás volt az utolsó, ahol pártokra szavaztak az emberek, és ugye abból lehet megkövetkeztetni, ott mondjuk 900 000 szavaztak a DK-ra, 500 000 a Momentumra, akkor most nagyjából a leadott szavazatok, csak ez két ismeretlenes egyet. Az egyik, amit te meg akarsz tudni, a másik ismeretlen, az Y ismeretlen pedig az, hogy hány százalékát tudták most mozgósítani. Igen. X meg Y. De ezt szeretném megtudni. Hát ez... Meg egyébként, én szerintem az Európai Parlament változás óta a szavazók egy részének a motivációi erősen megváltoztak. Vagy meg változtak. Az EP-re mindig kevesen szavaznak, tehát ez egy ilyen nem nagyon érdekli az embereket, valljuk be. De most csak százalékokat. Tudom, csak értem, amit mondasz, hogy... Na most igazából a politikában soha nem százalékkal számolnak, hanem mindig nominális számokkal számolnak. Pont azért, mert más, mondhatjuk azt, hogy a Momentum az EP választáson, a DK a legjobb, a DK ugye 4 képviselőt tudott bejuttatni, nem tudom, 10-20, nem tudom hány százalékot kaptak, elég magasat, azért tudtak 4 képviselőt kiküldeni, az nem jelenti azt, hogy ők akkora párt,
csak nominálisan ők akkor is magasabb százaléba tudták az egyébként létező szavazóikat elküldeni egy alacsonyabb országos részvételű választáson, mert az EP mennyi? 45%, 43% ment el az országos 68%-hoz képest. Az a kérdése, az a kérdésem, hogy én ezt a... Az a kérdésem, hogy én ezt a ma elég sok, vagy több embertől megkaptam, ami engem meglepett. Meglepett, hogy ha a Dobrev győz, akkor ők a Kutyapártra szavaznak. Mondták olyan emberek, akik nem elkötelezettek a Kutyapárt iránt, sőt, vagy... És hogy mit gondoltok erről, hogyha ha tényleg az lesz, az segíte a Kutyapártnak, aki ugye külön utat választotta a Mi Hazánkkal együtt, ha jól tudom. Meg az Iszommal. Meg az Iszommal. Nem szívesen emlegetjük az Iszommal egy lavonat. Tehát, hogy mit gondoltok erről, hogy ez most így megerősödött ebben? Nyilván nem tudunk végeredményt, tehát hogy nem tudjuk, hogy a Márki-Zay Karácsony kettősből kifolytatja a duóból a szólóba tovább, stb. De ne adj Isten, az a teóriám, hogy Dobrev Klára harcos nőként fog bevonulni a előválasztós miniszterelnök közé, Tehát, jó ez a MKKP-nak, vagy sem? Nem tudom, még egy mondat a Dobrev vezetéséhez, hogy nekem az jutott eszembe ez a jó teljesítmény. Azt jutott eszembe ez a jó teljesítmény, hogy mintha a ellenzéki választók egy ideológiai fordulatra vágynának. Tehát, hogy valami nagyon mást akarnak, mint ami eddig volt a Fideszhez képest. Értitek, amit akarok? Még nem tudom, hogy igazad van, de abszolút értem, amit mondasz. Nekem ez jutott eszembe erről, hogy nem akarnak kicsit mást, a többségről beszélek, hogyha igaz, hogy ez a többség, tehát hogy így nagyon idézőjelbe kell érteni itt ezeket a dolgokat. Itt elvesztettem a fonalat. Én visszakérdeztetek? Hogy az ellenzéki választók választók többsége, ahogy most látjuk, az nagy ideológiai fordulatra is vágyik. Tehát, hogy nem jobb oldalit akar, hanem bal oldalit akar, nem kicsit kevésbé jobb oldalit, hanem jobb oldalit, hanem egy egészen más, karakteresen más dolgot. Abból, hogy a Dobrev és a DK vezeti a
a... De ő miért lenne karakter? De ő miért lenne karakteresen más? Hát a másik láb, érted? Az Orbán lábból átkerülünk. Mert a Márki Zay az jobbra van, a Momentum is jobbra helyezkedik el a DK-tól, a Jobbik helyezkedik el a DK-tól, a Jobbik még jobbrább helyezkedik el a DK-tól, tehát hogy ő a legbaloldalibb ebben a... Nem, bocsánat, de ez, nem, ez egyáltalán nem így van szerintem. Szerintem a legbaloldalibb az a Párbeszéd meg az LMP, attól egy kicsit jobbrább, de még mindig baloldalt van az MSZP, és csak utána van a DK, és a DK ráadásul szerintem, ez az én szíves véleményem, szerintem ideológiailag egy kicsit kacsvaszos, tehát ez nem egy baloldali, hanem ott azért nagyon, nagyon keverednek a dolgok, és a DK szeret mindig afelé menni, ahol éreznek egy kis szavazatot. De most én nem ezért, tehát nem ezt akarom mondani, mert hadd kérdezek vissza. Neked volt egy kérdésed. Igen, hogy én csináltam egyszer egy interjút, nem olyan régen egy országosan ismert oknyomozó portál egy igazgatójával, de most ez mi íze, és ő azt mondta, hogy ha a mostani ellenzék nyer, és nem fogják betartani az ígéreteiket, tehát például ők is elkezdik eltitkolni a közérdekű adatokat, ők is a sajtóhoz úgy fognak viszonyulni, ahogy a Fidesz viszonyul, tehát ami akkor iszonyú gyorsan el fognak tőlük pártolni azok a szavazók, döntő többség, akik most oda rászavaznak. És ez, tehát hogyha így érted, amit mondtál, akkor én egyetértek veled, mert szerintem tényleg mást akarnak a mostani szavazók, mint amit a Fidesz csinál. Tehát én tökre egyetértek veled, ha így érted. De ha úgy érted, hogy jobb meg baloldal, szerintem a magyar politikai életben, tehát például a Momentum, az például nem baloldali párt. Igazából a Momentum az nem, jobb oldali párt. Nem, én mondtam, hogy jobbra. Csak sokan azt hiszik, hogy nem. Jó. És a DK szerintem nem baloldali párt, a baloldali az kifejezett az LMP párt. Tehát, hogy... Akkor lehet, hogy csak azt hiszük róla, hogy igen, baloldali. Igen, azért, mert Gyurcsány is. Valójában csak ellenzéki. De hogy az MSZP-vel kapcsolatban meg nagyon sokaknak vannak már nagyon komoly fenntartásai, tehát nem veszik komolyan. Hát és a Párbeszédet meg csak egy valaki miatt veszik komolyan, és az a Karácsony Gergely. Ilyen szempontból ők kiestek, maradt baloldalinak, akkor is a DK szerintem. Igen, de Gyurcsány néniként van ott. Tehát, hogy ő neki ott van ez a teher tényleg. Tehát, hogy ő így... De ettől is baloldali. Na, hát jó, ettől okay. is már, hogy folyamatosan támadja a Fidesz. Tehát ő az, aki. Igen. Szerintem az MKKP kérdés érdekes. Én válaszolok a Zsuzsának, de szerintem ott a ti beszélgetésedekre is választ. Tehát, hogy igen, elméletileg természetesen jó a kutyapártnak. Hogyha azt gondolják az emberek, hogy az ellenzéki miniszterelnökök közül mindenképpen a Dobrev Klára fog bejutni. Mert akkor aki, és mondjuk a második jelölt az egy olyan lesz szintén, akik számukra valamiért vállalhatatlan. De hogy én azért azt gondolom, hogyha ott a visszalépések úgy alakulnak, vagy úgy tudják prezentálni ezeket a visszalépéseket, hogy el tudják hitetni a választókkal, hogy ők a visszalépés után, aki állva marad jelölt, ugye vagy az MZP, vagy a Karácsony Gergő, hogy el tudják hitetni a szavazókkal, hogy ők így meg fogják verni a Dobrev Klárát, akkor ők továbbra is oda fognak szavazni azért, hogy ne a Dobrev Klára legyen a miniszterelnök. Tehát, hogy ők azért szavaznak oda, hogy ne a Dobrev, amit ugye egyébként itt azért mondogattok, hogy a DK-MSZP vonalra még mindig azt gondoljuk, hogy azzal kicsit visszajön ez a Fideszes vonal, vagy nem tudom, az aki a hozzáállás. 2015-i vonal jön vissza. Igen, de hogy az a típusú hozzáállás a közélethez és a választópolgárokhoz és a
a választópolgárokhoz választáson kívül. Amit ugye most a Fideszben nem szeretünk többek között, hogy nem eléggé távolodtak a népről. Igen, de azért a Lillennek azért abban nagyon igaza volt, amikor azt mondta, hogy egy komoly tisztulási folyamatot hozott most az előválasztás. Tehát egy csomó olyan ember, akit igazából nem annyira szerettünk, és lehet, hogy ideológailag nem Fidesz volt, de a módszereiben, az eszköztárában, a habitusában azért ő neki nem volt nagy baja a lopásra, akkor, hogyha mi lopunk, és nem pedig izé, lásd, Zugló. De ezek kihullottak a sztoriból. Innentől kezdve tulajdonképpen... Azért várjuk meg a listát. Igen, ezt akartam. Jó. Várjuk meg azért azt a listát. Jó, egyetértek, és akkor itt szeretném folytatni, mert én is szívesen válaszolok, hogy én mit gondolok a Zsuzsa kérdéséről. Én szerintem, hogyha kisebb-nagyobb sérülésekkel, de túlélik ezt a második fordulót, valamelyik még vissza is létett, nem a Feri néni lesz itt a miniszterelnök jelölt. És hanem akár a Márki Péter, akár a Karácsony Gergő, és ő utána mennyire, tehát nem a Dobrev. És utána ez a hat párt, meg még a civil szerzetek, akik mögötte vannak, azért mondom így, mert érted a Márkizajnak nem pártja van, az egy mozgalom, tehát hogy vannak itt még szervezetek egyébek, ezek ilyen nagyobb elrontások nélkül, figyeled, hogy nem beszélek csúnyán, tehát nagyobb elrontások nélkül végigcsinálják a kampányt, és lesz egy húzása ennek, ez nagyon rossz lesz a kutyapártnak, mert akkor önmarcangolással képesek az emberek egy része behúzni az X-et, és azt mondani, hogy jó, ez még belefér. Ha itt nagy összeveszések lesznek, esetleg valaki kiugrik ebbe az egész barátságból. Vagy a Dobrev Klára néni fogja itt a miniszterelnöki pozíciót behúzni. És még Sűrűsbütve lesz még három év. Náci karrendtisztés és egyéni jelölttel, meg kiderül egy-két offshore számlamar márciusban, meg a listán csak ott lesz Mesterházi, meg Tóth Csaba, meg nem tudom, tehát hogy ezek jót lesznek, akkor sokkal könnyebben fognak az emberek, ez az a réteg, akit akár a Lilla, mint azt mondja, hogy szerinte van jó középizé, meg az MKKP szavazóbának, az illiberálisok, meg a Reddit közösségek, szóval ezek az ilyen ellenkultúrások sokkal könnyebben mondják, hogy jó, akkor nekem van egy menekülő szavazatom, és úgy, hogy tükörbe is tudok nézni, MKKP. A listája MKKP. És egy ilyen esetben az MKKP-nak meg lehet az 5%, szerintem az első esetben nagyon kicsi eséllyel. Mert egy ponton nagyon sok ember azt fogja mondani, hogy oké, akarom, hogy Orbán, vagy a nagymamám is jobban vezetné ezt az országot. Hát basszus, a nagymamám is jobban vezetné, és behúzza a közös listát. Jó, hát igen. Én arra számítok egyébként, hogy ez a kampány sokkal durvább lesz, mint bármelyik előző. Ezt minden négy évben halljuk. Igen, de én valamire... Minden négy évben igaz is lesz. Ki fog derülni, hogy 6 évesen hogy lopott Szilárd, nem tudom, tehát, Karácsony Gergely, és 8 évesen vagy hogy... Vagy Dobrev Klára. Vagy Márkizaj Péter. Igen, az offshore szám... Az offshore számlánkról várjuk az információkat, és a külföldön eltitkolt ingatlan vagyonról is, ami állítólag egy-két embernek létezik. Hát... Szerintem nagyjából... Nekem nincs több mondani valam. A Zsuzsa, te neked volt egy kérdésed, és akkor ezt majd gondolom kivágjuk. A elrontott szavazatokról. Igen, az volt a kérdésem, jogos. Az nagyon érdekes volt, hogy ugye kihozták, hogy hány százalék volt a rontott, vagy nem tudom,
szavazatok aránya, és volt ott 32% volt, ami ugye ellenmond szerintem így a statisztikának, tehát hogy nem tudom elképzelni, hogy direkt 32%-a az embereknek oda ment, majd elrontotta a szavazólapot. Áron, mi történt? Egy rontott szavazat az enyémben tőlem is jött. Tőlem is, de most nem erről van szó, mert hogy én elmentem szavazni az előválasztáson a miniszterelnök jelöltre. Szavaztam, viszont nem lehetett külön szavazni. Tehát mind a kettőt be kellett írni, ezért azért, hogy az egyénibe, miután az ismert okok miatt ugye nem szerettem volna beleszólni, ezért az egyéniben kettőt jelöltem be. Az ismert okok az az, hogy ja, a kutyapártos, mert kutyapártos vagy. Igen, igen, tehát értem. Nem szerettem volna az egyéni jelöltek dolgába beleszólni, azt meghagytam azoknak, akiknek ez jobban asztaluk döntsék elők, a miniszterelnök jelöltre szavaztam le, de utána más nem tudtam, hiszen mind a kettőre kellett szavazni, ezért kettőt húztam be az egyénire, és akkor ezáltal a szavazat. Szerintem a Zsuzsa másról beszél, az, amit te csináltál, az egy érvénytelenül szavazás. Zsuzsa viszont úgy volt érvénytelen, hogy nem hiteles az igen, a folyam, ugye? Igen. Mi a jó szó rá? Igen. Hát rontott szavazat, vagy hogy érvénytelen szavazat volt egy csomó. Tudok olyan körzetet. Mondom, volt egy 32%, azt azért jegyeztem meg, mert sokkot kaptam. Értem, ahol nap végén, tehát azt kezdjétek, hogy mondjuk 6-kor van a zárás a sátorban, 5-kor kiderült, hogy egész nap a nénik meg a bácsik úgy szavaztattak, hogy nem csippantották le a QR-kódot. Egész nap. Ez azt jelenti, hogy abból a sátorból azon a napon mondjuk 300. Az eleve 10% abban az egész körzetben. És ilyenek rendre előfordultak. Azt képzeljétek el, hogy amikor az Ahang kitalálta az egész rendszert, meg leprogramozták meg minden esetén, tudod, kiküldték a bejelentkezett aktivistáknak, hogy figyelj, te a tabletet megkapod majd reggel, és a tableten ez a user, meg ez a password, ezzel tudsz belépni, ez csak a tiéd, itt küldjük e-mailbe. És kiderült, hogy az aktivistáknak kb. 10%-ának nincs e-mail címe 2021-ben egy előválasztáson. Tehát itt azért ilyenek 70 pluszosok voltak az aktivisták? Nagyon sok 70 pluszos volt aktivista, igen. Az nem azt jelenti, hogy nem tud nyomogatni egy tabletet, mert kézzel ott van a gomb, rányomod a gombot, tehát meg tudod ezt csinálni, nincs e-mail címe, nem kapta meg a felhasználók jelszavát. Akkor gyorsan éjjel valami zahangosok mókoltak, hogy akkor ők hogyan is. Tehát rengeteg ilyen apróság volt, amit most én nem kezdtem el magyarázni, hogy az érvénytelen szavazatok tehát egyrészt olyanok, hogy nem csippantották le akár egész nap, vagy fél napon keresztül. Ez az egyik. A másik, hogy ma nyilatkozta le a Hajdú Gergő, az Ahangnak valami vezetője, hogy azért megy ennyire botrányosan lassan a számolás, mert a számolásnál is csippantják a nyomorult QR-kódot, és a csippantáskor derül ki, hogy bizony a szavazáskor hiába csippantották le, egy része nem tudni miért nem ment be a rendszerbe. Tehát a QR-kód nem került be, pedig ott volt, pedig le is akarták csippantani. Nem tudja miért. Szerinte ez kevés, de hogy valami, tehát van egy technikai része. Harmadik, hogy olyan is volt, hogy nem figyeltek arra a sátorban lévő szavazás lebonyolító aktivisták, hogy barátom, te csak akkor szavazhatsz, ha neked az állandó lakcímed az adott körzetbe való. Tehát nem a tartózkodás. Nem az ideiglenes izé. Következő, negyedik ilyen eset, ha te harmadik kerületi lakos vagy, és keresztül mentél a városon, és a nyugati térnél megálltál, és oda mentél a sátorhoz, te nem szavazhattál a nyugati téri sátorban, mert te neked a harmadik kerületi sátorba kellett menned. És nagyon sok olyan eset volt, utólag derült ki, hogy ők leszavaztatták a nyugati téren a harmadik kerületi lakost. Érvénytelen.
Ezért volt az, hogy például a Flórián téren, ott egymás mellett volt a harmadik kerületi sátor, meg a második kerületi sátor, mert egymás mellett. És akkor ott egyébként a aktivisták küldözgették át, hogy hol lakik, harmadik, ott 5 méterre a másik sátor menjen, az a második kerületi sátor. Mert az a hangosok, egy olyan rendszer, meg a pártok egy olyan rendszer döntöttek el, hogy nem tudsz te akármelyik sátorba akár szavazni, ami nonsens, hát nem értetetlen, de ízé. És ezért volt az, hogy a Hajdú Gergő is, meg többen is mondták, hogy a következőnél azért ezeket megpróbálják majd kiküszöbölni, szóval tudják, hogy hogyan kell jutani. Rengeteg ilyen elbaszás van ebben, és ezért van, hogy ennyire sok az érvényes szavazat. De nem vágom ki. Én még egy résztémát behoznék, az pedig a kormány oldala, hogy az előválasztást tálalja a Gyurcsány Show. Illetve bohóckodás az egész. Bohóckodás, Gyurcsány Show, és hogy valójában mindenki a Gyurcsány embere, a statisztája, haverja, a felesége, tehát hogy senki. Tehát, hogy senkit nem... Már kész a harmadik. Már a három személyes verzió szembe jött majd. Igen, én is láttam a YouTube-on. Tehát azt már készen van, készen volt egész, valószínűleg régen, csak be kellett a szemét. Igen, úgy van, hogy a Gyurcsány felesége, Gyurcsány szemüveges haverja, és a statiszta, a Márkizaj Péter. Igen, a statiszta. Tehát, hogy mennyire fog ez szerintetek működni? Én azt gondolom, hogy már az egész eddigi Gyurcsány kampányról, szerintem Budapesten és a nagyvárosokban szerintem kontraproduktív. Amennyire az én buborékomban játszik, mindenki gyűlöli, hogy nem tud elindítani egy YouTube videót, anélkül, hogy ezt ne látná. De kivétel nélkül mindenki. Tehát én azt gondolom, hogy ez szerintem inkább kontraproduktív. Azt, hogy a falvakban ez hogy fog, tehát a vidéken, ahol a Fidesz törzs szavazó bázisa van, ez hogy fog lejönni, azt én nem tudom megítélni, mert nekem nagyon kevés olyan, erre nagyon kevés rálátásom van, mondom, az én buborékomban inkább kontraproduktív. Tehát a fideszesek is azt mondják, hogy az, hogy ez már Ez too much, ezek mindig kontraproduktívak, de van egy olyan faktor, amit mindenki elfelejt, szerintem, és mások szerint is, hogy ezek ettől még rombolnak. A Karácsony Gergőt is rombolják ettől még. Tehát, hogy igen, nem hatásos, de a karaktert magát is farigcsálja. Ez nem azt jelenti, hogy te megutálod a Karácsony Gergőt, ez nem ezt jelenti, csak azt jelenti, hogy te is inkább a Márki-Zajban hiszel, mert az kevésbé gyurcsányos, mint a Karácsony Gergő. Tehát van egy ilyen fröccsenős hatása minden ilyen kampánynak. De hogyan osztáljon egyébként össze a Karácsony a Gyurcsány? Tehát, nagyon könnyen. Ja jó, férfi mindkettő. Például, de egyébként nem, mert államtitkárságán dolgozott 2005-ben, érte 16 évvel ezelőtt. Szóval ja, hát akkor ez tényleg gyanús. Jó, csak mondom, hát könnyen azért meg lehet. Kis ország, mindenki is. Igen, de a másik oldalon meg marketing technológiai szempontból. A kontraproduktivitás ott lép be, hogy valakit viszont nagyon-nagyon-nagyon ismerté is tud tenni. Ez így van. Szerintem az ismertsége felét a Megafon fizette a Karácsony Gergő. Igen. Tehát, azt hogy... meg mi fizettük, úgyhogy alapvetően van jó. Jó, erre ment a pénz. De igen. Tehát, hogy felemeli, de
De ha meg most visszatérünk arra, hogy ki hova lépjen vissza, ugye, hogyha például Karácsony Gergő lenne az, aki azt mondja, hogy hiába én vagyok a nem olyan sokkal már lemaradva Dobrev mögött, figyelj, Péter, Márki-Zay Péter, én lemondok a te javadra, legyél te a Dobrev Klára mellett a kihívó. Ez egy államférfiúi döntés lenne szerintem egyébként a Karácsony Gergőtől. Nem sérülni annyira az ő karaktere, fiatal ember, hát még van 20 év vagy 30 év előtte a politikai pályán, bármikor lehet ő még bármi azért az életben, én azt gondolom. És esetleg egy kormányváltás után tudna egy sikeresebb Budapestet csinálni, mint most először. Szóval ennek lennének előnyei. És a Márki-Zay Péterre kurva nehéz... És a Márki-Zay Péterre nagyon nehéz azt rámondani, hogy Gyurcsány né, vagy Gyurcsány ízé, tehát ez nagyon nehéz, és legyőzi a Dobrevet, és a Dobrev is ki lesz véve az egész, hogy hívják, képletből. Tehát, hogy van egy ilyen forgatókönyv, akkor is jönnek majd a YouTube reklámok, csak az már olyan, hogy onnan már nem tud fröccsenni a Márki-Zayra, tehát azt már nem lehet megoldani. Egyébként szerintetek, hogyha ez lesz? Hát, hogy a Karácsony visszalép a Márki-Zay javára. Tehát Márki-Zay kontra Dobrev. Ha ez történik, Márki-Zay Dobrev párharc lenne, ne adj Isten, de adja Isten, tök mindegy. Akkor szerintetek a Márki-Zay van esélye? Van esélye, ugye radikálisként megszólítani a Karácsonynak a... Igen, mert ez a választó 2,5 millió ember konkrétan az ördögre is, a Belzebubra leszavazna, mert a Belzebub is jobb, mint Orbán. Ezt gondolja ez a 2,5 millió szavazó? Ne felejtjétek, a Márki-Zay között nincs párt. A választási szövetség a pártok között jött létre, amiből beszállt a Márki-Zay mozgalma. Én nem tudom elképzelni, hogy a pártok ezt hagyni fogják, hogy a Karácsony Gergely visszalép. Mm-hmm. Jó, ez most csak mint teória volt. Ez meg egy racionalitás. Egyébként ez azért szerintem a Karácsony Gergőtől ez sok. Tehát ugye még ott azért ez egy autonóm emberről beszél. Akinek van családja, baráta, és egy okos ember, tehát ő ezt végig gondolja, nem csak a pártok fogják ezt azért eldönteni, hanem ott tényleg a Gergő is. De azért hagyján, hanem hogy szerintem ő meg is tudja nyerni ráadásul, de az nem jelenti azt, hogy... Tehát ugyanúgy a parlamentben 6 párt lesz. Ugyanúgy frakciók lesznek, és a Márki-Zay egyébként nem fog Orbán viktóriázni. Hiába egy ilyen fundamentalista jobboldali csávó, ő nem ez a fajta. Ő nem egy tahó ember, már bocsánat, kérek a kifejezésről, ettől még egy nagyon magasan kvalifikált, csak nagyon távol áll például attól, amit én gondolok a világról, de ő nem... Meg hogyha egyébként a többi párt által delegált emberekből jön létre egy kormány, amit bár ő vezet... Akkor is miniszterek kellenek, államtitkárok kellenek. Akkor is egy halom döntések, háttérintézmények, nem a Márki-Zaynak a mozgalma, ami áll, nem tudom, 100 emberből fogja föltölteni a háttérintézményeket, minisztériumot, államtitkárokkal. Viszont mondom, a Márki-Zaynak nagy előnye, hogy nincs mögötte párt. Szerintem az neki egy ütőkártyája. Igen, de hogy az benne van, hogy ő még nincs besározódva, tehát nem egy DK-ról beszélünk, akinek ugye, és ráadásul a feleségei, tehát hogy nekem aztán lehet magyarázni, hogy Dobrev Klára autonóm lény, abszolút elhiszem, mi okos asszony, stb. De hogy... valószínűleg tényleg így van, tehát hogy ő se, nem azon, hogy esténket a Gyurcsány beprogramozza, hogy másnak mit csináljon. Tehát, nyilván ezt nem gondolom, hogy a Gyurcsány, de azt is gondolom, hogy megbeszéli a hites urával. Hát miért ne beszélni meg? Hát elnökségi tagozni. Csak engem meg az érdekel, hogy a Márki-Zay kinek a felesége. Igen.
Így van. Még nem derítettünk fényt erre a dologra. Én szeretném jelezni, hogy nagyon gyanús, mert ugye a Márki-Zay felesége az első, aki az otthonszülést propagálta. Tehát ő az, aki Magyarországon ugye az elsők között volt, az a bábák, vagy... Ez a Geri Bárnes mellett. Igen, igen, akivel ezt Kanadába tanultak ki. Úgyhogy, hát nem tudom. Tehát egy gyerekek életét kockáztató nőférjéről van szó. Most kezdjük elvészkedni a dolgokat. Nem kezdjük, mert Lilának viszont van egy feszítő témája itt. Jaj, már teljesen ki ventiláltam minden feszültségemet. Ezzel is veszem. Az oltás működik, az ország működik, Merkeli Béla, Merkeli Béla plakádon akadtam ki, ahogy láttam elsuhanni az úton magam mellett az óriás plakátokat, és tehát, hogy felbosszantottam magam ezen a plakáton, mert kettő, tehát, hogy így összemosódik benne. Két téma. Az egyik a benne két téma. Az egyik az oltás. Az oltás propagálása, a másik meg a kormány oldalnak a propagálása, és ez a kettőnek a összemosása és egy plakáton való megjelenése, ez szerintem, tehát hogy ez engem felháborított, hogy megint a kormány így propagálja, vagy népszerűsíti saját magát. Téged könnyen fölött idegesíteni, ugye? Nem csak azért, mert hogy egy hónap alatt pont ez, hogy semmi más nem volt Magyarországon. De hogy valamiért ez megint kiakasztott, mert... Gondolj arra, hogyha csak egy fideszes emiatt elmegy oltani, akkor egy embertársunk élete már nincs veszélyben. De nem így kell az oltást propagálni, tehát hogy... Ja, nagyon sok mindent nem úgy kéne csinálni ebben az országban, hogy történik, de... De szerintem ezt akár ki is hagyhatjuk most ebből a beszélgetésből. Nem hagyjuk ki. Ezt hagyjuk le levezetésnek. Jó, de hogyha a levezetés van, akkor ajánljunk egy podcastot, mindenki ajánlja. Ajánljunk egy podcastot, mindenki ajánljon. Ugye régen volt már ez a rovatunk, hogy podcastot ajánlunk. A Bőger Zoli nem látjátok, de nagyon fogja a fejét. Nem tudom, mi nincs több kerékpáros podcast. Mi nincs időm podcastot hallgatni egyszerűen, és az egyetlen kerékpáros podcast, amit hallgattok, az a Kontra, de én szerintem azt meg már ajánlottam. Amit már négyszer ajánlottam. Igen, attól tartok, most éppen azt az adást hallgatom, ahol itt ismét azt taglaljuk, hogy száguld a kerékpáriparban.
kerékpáripar, mert hogy a nagy sima a nagy Shimano 74 plusz százalékos nyereség növekedést ért el az elmúlt egy évben, ami hát azt mutatja, hogy bármit el lehet adni, ami kerékpár, és hogy úgy tűnik, hogy veszít még a kerékpár igazi mikrogramot.